A kármérséklésért és a további hasonló helyzetek elkerülésért Viszmajor igény nyújtottak be, hiszen úgy feltorlódott a hordalék a mederben, hogy annak kikotrása elkerülhetetlenné vált. A szakértői vélemény szerint mindez csak nem 10 millió forint lett volna, most mégis kevesebből kell megoldaniuk. A 6 millió forintot hagytak jóvá, ehhez társul még a település erője, és így gyakorlatilag 7,5 millió forintból történik meg 450 méter hosszúságban ez a mederkótrás. Ez a számítások szerint több mint 1500 köbméter szapot jelent. Hasonló helyzet legutóbb csak nem tíz éve fordult elő a településen, az akkori hiba elhárító munkálatokat tehát csak nem egy évtizedig élvezhették, hasonló időre terveznek most is. A probléma azonban nem áll meg a határoknál. Az ávodi patak az igazság szerint az ávod külterületéből ered, nagyságrendileg egy 3 km hosszúságú vízfolyásról van szó, aminek a belterületi hosszúság az mintegy egy km. Ugye most 450 méter helyreállítás valósul meg, a többi részen is komoly problémák vannak. A vízmajor igény csak belterületre érvényesíthető, az azon túli helyreállításokra egy ideje már keresi a megoldást a závodi önkormányzat.